Bölcsességkönyve, könyve. Első fejezet. Szeressétek az igazságot, ti föld bírái. Gondoljatok Jahuára jó lélekkel, keressétek őt szívetek egyszerűségében, mert azok találnak rá, akik nem kísértik, és azoknak nyilvánítja ki magát, akik bíznak benne. Az aljas gondolatok ugyanis áltávolítanak Elohimtől, s a próbára tett hatalom megfeddi a balgákat mert nem tér a bölcsesség gonosz szándékú lélekbe, és nem lakik bűnnek adózó testben. Hisz a fegyelem szent lelke menekül a hamisságtól, távol tartja magát az eszetlen gondolatoktól, és visszariad, ha igazságtalanság közelít. A bölcsesség emberbarát lélek ugyan, de nem hagyja büntetlenül a káromló ajkának védkét, mert Elohim az ember veséit kutatja, a szívét jól megvizsgálja és nyelvét meghallgatja. Jahú a lelke ugyanis betölti a föld kerekséget, s aki egybe fogja a mindenséget, az tud is minden szóról. Ezért senki nem maradhat rejtve, aki igaztalant beszél, nem kerüli el azt a büntető igazság, mert az istentelennek számot kell adni a fondorlataiért, és beszédeinek híre eljut Elohimhez, hogy gonosságai elvegyék a büntetésüket. Hisz mindent meghall a féltékeny fül, s a zúgolódás moraja nem marad rejtve. Kerüljétek tehát a hasztalan zúgolódást, és óvjátok nyelveteket a rágalomtól, mert beszéd titokban sem hangzik el büntetlenül, és a hazug száj megöli a lelket. Ne törjétek magatokat a halál után tévegő életetekkel, ne siettessétek a romlásotokat kezetek munkájával. Hisz Elohim nem alkotta a halált, és nem leli örömét az élők vesztén. Azért teremtett mindent, hogy legyen, s a földkerekség nemzetékei gyógyulásra szánta. Nincs meg bennük a romlás mérge, és nincs a földön az alvilág országa. Az igazság ugyanis örök és halhatatlan. A gonoszok azonban kézzel és szóval magukhoz édesgetik a halált, a barátjuknak hiszik, sorvadnak utána, szövetségre lépnek vele, és méltók is arra, hogy martalékává legyenek. Második fejezet Szívesen vélekedve azt mondják egymásnak. Rövid az életünk értelme és szomorú. Nincsen orvosság az ember halála ellen, és nincs akiről tudnák, hogy visszajött az alvilágból. Mert semmiből lettünk, és majd olyanok leszünk, mintha nem is lettünk volna. Mert csak füst az éltető lehelet orrunkban, és a gondolat csak szikra szívünk lüktetésére. Ha ez elalszik, testünk hamuvá lesz, a lélek pedig elszáll, mint gyenge szellő. Idő múltán elfelejtik nevünket is, és senki sem gondol többé tetteinkre. Életünk elmúlik, ahogy a felhő szerte foszlik. Eloszlik, mint a köd, melyet a napsugara elűz, és a melege földre sújt. Olyan az életünk, mint az árnyék vonulása, és végünkből nincs visszatérés, mert le van pecsételve az, és nem tér vissza senki. Rajta hát éljünk a jelen javakkal. Élvezzük a teremtést sietve, míg fiatalok vagyunk. Töltekezzünk pompás borral és mírhával, ne menjünk el az évszak virágai mellett. Koszorózzuk magunkat rózsákkal, mielőtt erhelvadnának, ne maradjon, mert rét kicsapongásainktól érintetlen. Egyikünk se vonja ki magát dobzódásunkból. Mindenütt rakjuk le vígságunk jeleit, mert ez a mi osztályrészünk, ez a mi sorsunk nyomjuk el a szegény igazat, ne mélyük az özvegyet, és ne tekintsünk a koros aggastyán ősz hajára. Erőnk legyen az igazság mércéje, mert ami gyenge, az haszontalan. Leselkedjünk tehát az igazra, mert az utunkban áll, és ellenkezik tetteinkkel. szegényst vet a szemünkre, és megszólal, hogy vétettünk a tisztesség ellen. Azzal kérkedik, hogy nála van az Elohim ismerete, és Elohim gyermekének mondja magát. Nézeteinknek ő a vádlója. Még az is terhes nekünk, ha látjuk őt, mert élete másokétól különbözik, és ösvényei egészen különösek. Ő komolytalannak néz minket, tartózkodik útjainktól, mint a szennytől, s boldognak hirdeti az igazak végét, és azzal dicsekszik, hogy Elohim az ő atya. Lássuk tehát, igazak-e beszédei, tegyük próbára, mi lesz majd vele, tudjuk meg, milyen lesz a vége. Mert ha az Igaz Elohim gyermeke, akkor ő meg is óvja, és kiragadja ellenségei kezéből. Tegyük őt próbára, szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelítségét és kipróbáljuk álhatatosságát. ítéljük őt gyalázatos halálra, mert amint mondja, oltalomban részesül. Így gondolják ők, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket. Nem ismerik Elohim titkait, nem remélik a jóság bérét, és nem tekintik a szeplőtelen lelkek jutalmát. Elohim ugyanis halhatatlannak teremtette az embert, és saját hasonlóságára és képére alkotta. A halál pedig a sátán irigységéből jött a világra, és követik őt azok, akik az ő oldalán vannak. Harmadik fejezet. Az igazak lelkei azonban Elohim kezében vannak, s a halál kínja nem éri őket. Úgy látszott a balgák szemében, hogy meghaltak, távozásukat balsorsnak vélték, és végső romlásnak, hogy elmentek tőlünk, ők azonban békességben vannak. Ha kint szenvedtek is az emberek szemében, reménységük halhatatlansággal teljes. Kevés fenyítés után nagy javakban van részük, mert Elohim próbára tette, és magához méltóknak találta őket megvizsgálta őket, mint az aranyat a kohóban, és elfogadta őket egészen elégő áldozatul. Látogatásuk idején pedig az igazak felragyognak olyannakká lesznek, mint a szikra, amely a nádasban tova terjed. Ítélkeznek nemzeteken, és uralkodnak népeken, és Jahua lesz a királyuk örökké. A benne bízók megértik az igazságot, és a hívek kitartanak mellette szeretetben, mert választottjai kegyben és békességben részesülnek. A gonoszok pedig gondolataik szerint bűnhődnek, mivel lenézték az igazat, és eltávoztak Jahuától. Mert aki a bölcsességet és fegyelmet megveti boldogtalan. A reményük hiú, fáradtságuk haszontalan és munkájuk hiába való. Asszonyaik esztelenek, gyermekeik gonoszak és nemzetségük elátkozott. Boldog a magtalan, ha szeplő nincs benne, ha bűnös ágyról nem tudott, és lesz gyümölcse az igaz lelkek látogatásakor. Boldog az eunuch is, aki nem követett el kezével törvénysértést, és nem eszelt ki gonosz dolgot Elohim ellen, mert elveszi a hűség kiváló jutalmát, és a legkedvesebb osztályrészt Elohim templomában. Mert a nemes törekvések gyümölcse dicsőséges, és a bölcsesség gyökere el nem pusztul. A házasságtörők gyermekei azonban nem boldogulnak, s a törvénytelen ágynak ivadéka elpusztul. Ha hosszú is az életük, becsületük nincsen, és örekkoruk végül tisztesség hiával lesz. Ha pedig előbb meghalnak, nincs reményük, sem végaszuk a törvénykezés napján, mert igaztalan nemzedéknek gonosz a vége. Negyedik fejezet de szép a tiszta nemzedék dicsőségében, mert halhatatlan az emlékezet és ismert Elohim és ember előtt. Ha jelen van, utánozzák, ha távozott, visszakívánják. Koszorúval a fején győztesként vonul fel az örökké valóságba, miután elnyerte a szeplőtelen viadalok jutalmát. De nincs haszon az istentelenek népes gyermek rajában. A fattyúhajtás nem bocsátja mélyre gyökerét, és nem tesz szert szilárd alapra, mert ha ideig óráig burjánzik is ága a gyenge lévén, a szél megingatja, és a vihar ereje gyökerestől kitépi. A fejletlen hajtások letöredeznek, a gyümölcsük élvezhetetlen, fanyarízű, és semmi hasznát sem lehet venni, mert a törvénytelen együttlétből sarjad gyermekek a bűnözés tanúi szüleik ellen ítéletük idején. Az igaz azonban halljon bár meg idő előtt nyugalomra talál, mert a tisztes akkort nem a hosszú élet adja, és nem az évek száma méri, inkább az ember bölcsessége, az igazi őszhaj, s a szeplőtelen élet az igazi akkor. Mivel kedves élet Elohim előtt szeretetet talált, és ő elvitte, mert bűnösök között töltötte életét, elragadta, hogy a gonoszság meg az elméjét, s az álnokság meg ne lelkét. Mert a könnyelműség igézete homályba burkolja a jót, s a csapongó szenvedély megrontja az ártatlan szívet, mivel hamar tökéletessé lett, hosszú időt töltött be. Mert lelke kedves volt Elohim előtt, sietve kiragadta őt a gonoszság közepéből. A népek látták, de meg nem értették, és nem vették szívükre azt, hogy Elohim kegyelme és irgalma vár szentjeire, és írgalmas látogatása választottjaira. Az igaz azonban, ha meghalt, megítéli az életben maradt gonoszokat, s a hamar tökéletes élet ifjúkora bűnös hosszú életét. Látják ugyanis a bölcsnek végét, de nem értik, mit rendelt felőle Elohim, és miért helyezte őt Jahu a biztonságba. Látják őt és lenézik, Jahu azonban kineveti őket. Ők pedig becstelen hullává lesznek, és gyalázatban lesz részük a halottak közt örökre, mert ő letaszítja az ilyen gőgösöket, hogy meg sem mukkannak, és ledönti őket alapjukról. Végső pusztulásra jutnak és nyögnek, emlékük pedig elenyészik. Remegve jönnek elő, amikor bűneiket számon kérik, és törvényszegéseik vádlónként lépnek fel ellenük. Ötödik fejezet akkor az igazak nagy bátorsággal állnak azok elébe, akik sanyargatták őket, és hiába valónak gondolták fáradtságukat. Amikor ezt látják, iszonyú félelem rendíti meg őket, és elámulnak a nem várt, hirtelen üdvösség miatt. Bánkodva mondják majd egymásnak, és elfogódott szívvel sóhajtoznak. Ezek azok, akiken egykoron nevettünk, akikből csúfot űztünk. Mi ostobák életüket őrültségnek és végüket dicstelennek véltük íme mind számolják őket Elohim fiai közé, és a szentek között van részük. Valóban letértünk az igazság útjáról, az igazság világa nem fény lett nekünk, s az értelem napja nem kelt fel számunkra. Az igazságtalanság és romlás útjain elfáradtunk, bejártunk kietlen utakat, Jahua útjáról azonban nem tudtunk. Mi hasznát láttuk a gőgnek, és mit nyertünk, ha a gazdagsággal kérkedtünk, Mindez elmúlt, mint az árnyék, mint a szálló mendemonda, mint a hajó, amely a hullámzó vizet átszeli, amelynek ha elhaladt nem találni nyomát, sem gerince ösvényét a habokon. És mint a légben szálló madár, amelynek nem lehet meglenni útja nyomát, mert a lenge levegőn suhogó szárnyakkal csapkodva erővel hasít utat a légben, és szárnyát lebbentve repül, s utána útjának semmi nyoma sem marad. Vagy mint ahogy a célba lőtt nyíl után, az átszárt levegő rögtön ismét összefolyik, úgyhogy nem lehet látni a pályát. Épp így mi is alig, hogy megszülettünk, már is elenyésztünk, és az erény semmi nyomát nem tudtuk felmutatni, sőt, elemésztett minket gonosságunk. Valóban a gonosz reménye olyan, mint a szél fújta pehely, mint a könnyű hab, amelyet vihar kerget, mint a füst, amelyet a szél eloszlat és mint az egynapos átutazó vendég emléke. Az igazak ellenben örökké élnek, és jutalmuk jahuánál van, gondjuk viselése a magasság belinél. Ezért nyerik el az ékesség országát, és a szépség koronáját jahu a kezéből, mert jobbjával betakarja, és szentséges karjával megvédi őket. Felveszi fegyverzető haragvó indulatát, és felfegyverzi a teremtést az ellenség megtorlására felölti mávértnek az igazságosságot, és sisakgyanánt felteszi a kemény ítéletet. Felveszi győzhetetlen pajzsául a szentséget, és dárdájával élesíti a bőszharagot. haragot. Vele együtt a világ is harcba száll az esztelenek ellen. Elröppennek a villámok jól találó nyilai, és a felhőkből, mint jól kivont íból szállnak, és biztosan a célba csapódnak. Belőlük, mint paritjából haragos jégkövek röpülnek, felzúdul ellenük a tengervize, és a folyók háborogva elöntik őket. Hatalmas vihar kell fel ellenük, és mint a forgó szél szétszórja őket. Igazságtalanságuk pusztává teszi az egész földes, a gonoszság felforgatja a hatalmasok trónját. Hatodik fejezet Hallgassatok tehát királyok és értsetek, okuljatok, akik kormányozzátok a föld határait. Figyeljetek ti, akik a sokaság fölött uralkodtok, és népek nagy számával hivalkodtok. Mert Jahuától nyertétek a hatalmat, s a fölségestől az uralmat, aki számon kéri tetteiteket, és kifürkészi terveiteket. Mert noha országa szolgái vagytok, nem ítéltetek igazul, nem tartottátok meg az igazság törvényét, és nem jártatok Elohim akarata szerint iszonyúan és hamar megjelenik nektek, mert szigorú ítélet vár a hatalmon levőkre. A kicsiny ugyanis irgalmat talál, de kemény fenyítés vár a hatalmasokra. Mert Elohim nem tart senki személyétől és nem fér senki rangjától. Hisz a kicsint is, a nagyot is ő alkotta, és egyaránt viseli gondját mindegyiknek. Az erősekre azonban szigorúbb vizsgálat vár. Hozzátok szól tehát szavam, ti királyok, hogy bölcsességet tanuljatok és elne essetek. Mert akik az igazságot igazságban megtartják, igazzá lesznek, és akik megtanulják, védelmezőkre találnak. Kívánjátok tehát szavaimat, vágyódjatok utánuk, és okulásban lesz részetek. Ragyogó a bölcsesség, és hervadhatatlan, és könnyen meglátják azok, akik szeretik, akik keresik, meg is találják. Eléjem egy azoknak, akik vágyódnak utána és előre megmutatja nekik magát. Aki kora hajnalban keresi, nem kell, hogy fáradjon, mert a portáján ülve találja. Róla elmélkedni tökéletes okosság, aki érte virrasz, csak hamar gond nélkül lesz. Mert ő maga jár körül, és felkeresi azokat, akik hozzá méltók, vidáman jelenik meg nekik az utakon, és minden gondolatban találkozik velük. Kezdete a legőszintébb vágy az okulás után, az okulásra irányuló gond pedig szeretet, a szeretet pedig törvényeinek teljesítése, a törvények megtartása pedig a halhatatlanság teljessége, a halhatatlanság pedig közelhoz Elohimhez. A bölcsesség kívánása tehát elvezet az örök uralomhoz. Ha tehát kedvetekre van a tróns, a jogar, ti népek fejedelmei, szeressétek a bölcsességet, hogy örökké országolhassatok hogy mi a bölcsesség és hogyan keletkezett, íme hirdetem, nem rejtem el előttetek Elohim titkait, megvizsgálom a teremtés kezdetétől fogva, napvilágra hozom ismeretét, és nem hallgatom el az igazságot. Nem járok a sápat irítséggel, mert annak nincs köze a bölcsességhez. A bölcsek nagy száma javára van a világnak, és az értelmes király erőssége a népnek. Okuljatok tehát szavaimon, majd hasznát látjátok. Hetedik fejezet. Hisz én csak halandó ember vagyok, hasonló a többihez. Ivadéka a földből alkotott elsőnek. Anyám méhében formálódtam én is testé. Tíz hó folyamán álltam össze a férfi magvából, az egyesülés gyönyöréből. Születésem után én is a közös levegőt szívtam. Ugyanolyan földre estem, mint mások. Első szavam sírás volt, mint a többieké. Pójában neveltek sok vesződtséggel, mert a királyok közül egy sem kezdte másképp az életet. Mindenki számára egy a belépés az életbe, s egy a távozás. Ezért könyörögtem és okosság adatot nekem, imádkoztam és eljött hozzám a bölcsesség lelke. Többre becsültem az országnál és trónnál, és a gazdagságot hozzám érve semminek tartottam. Nem tettem vele egy sorba drága követ, mert minden arany hozzá képes csak kevés homok és az ezüst mellette csupán sárnak számít. Egészségnél, szépségnél jobban szerettem, és eltökéltem, hogy világosságú használom, mert a fénye soha el nem alszik. De vele együtt a többi jó is hozzám jött, és mérhetetlen gazdagság volt a kezében. Én pedig örventem, minnek, mivel a bölcsesség volt a vezérük, de nem tudtam, hogy mindezeknek ő az anyja. Családság nélkül sajátítottam el, és irítség nélkül adom tovább. Nem rejtem el gazdagságát, mert kifogyhatatlan kincs az az embernek. Akik vele éltek, megszerezték Elohim barátságát, mert a fegyelem adományai ajánlották őket. Nekem pedig adja meg Elohim, hogy bölcsem beszéljek, és gondolkodjam ahhoz méltón, aminek részese lettem, mivel ő a bölcsesség útmutatója, s egyben a bölcsnek irányítója hisz kezében vagyunk mi is, meg szavaink is, és minden értelmesség, ügyesség és fegyelem. Mert ő adta nekem a dolgok igazi tudását, hogy értsem a világ szerkezetét, az elemek erejét, az idők elejét, végét és közepét és a napfordulat változását, az évszakok változását, az évek körforgását, a csillagok állását, az állatok természetét, a vadállatok dühét, a szelek erejét, az emberek gondolkodását, a növények különféleségét, a gyökerek erejét. Ami rejtve van, s ami látható, megismertem, mert a mindenség művésze a bölcsesség megtanított rá. Benne ugyanis lélek van, értelmes és szent, egyetlen, sokféle és finom, ékesen szóló, gyors és szeplőtelen, biztos, kellemes, jótkedvelő és éles. Akadályt nem ismerő jótékony emberbarát, kegyes, álhatatos, szilárd, minden erővel teljes, mindent látó, mindent szellemen átható. Az értelmeseken, tisztákon, legfinomabbakon. Mert minden gyorsnál gyorsabb a bölcsesség, tisztaságánál fogva mindenen átható, mert Elohim erejének lehelete, és a mindenható Elohim dicsőségének tiszta csordulása nincs benne semmi szenny, mert az örök világosság kisugárzása, Elohim fölségének szeplőtelen tükre és jóságának képmása. Bár egymagában van mindent megtehet, bár egyedül marad mindent megújít, nemzedékről nemzedékre betír a szentek lelkébe, s őket Elohim barátaivá és profétákká avatja. Mert Elohim csak azt szereti, aki a bölcsesség bizalmasa. Mivel az ékesebb a napnál és minden csillagképnél, a fényhez hasonlítva különben annál is, mert azt felváltja az éjjel. A bölcsességen azonban nem vesz erőt a gonoszság. Nyolcadik fejezet Elérte tehát erejével egyik határtól a másikig, s a mindenséget üdvösen igazgatja. Őt szerettem és kerestem ifjú koromtól, s azon voltam, hogy kedvesen tegyem, és szerelmes lettem szépségébe nemes származásával dicsekszik, mivel Elohimmel együtt lakik. A mindenség úra megkedvelte, mert be van avatva Elohim ismeretébe és műveiben ő a tanácsadója. Ha pedig a gazdagság kívánatos az életben, még gazdagabb a mindenkor alkotó bölcsességnél? Ha a megérzés sikerrel munkálkodik, van-e a létezők között nála külön művész? És ha valaki az igazságot kedveli, fáradtságnak gyümölcsei kiváló erények, mert megtanít mértéktartásra és okosságra, igazságosságra és erősségre, melyeknél hasznosabb nincs az életben az embernek. Ha pedig valaki gazdag tudást kíván, ismeri ő a múltat, kifürkészi a jövőt, ért a fordulatos beszédhez, a talányok megfejtéséhez, előre tudja a jeleket és a csodákat, a korok és időszakok végét. Eltökéltem tehát, hogy őt veszem életem társául, mert tudtam, hogy tanácsot ad nekem a jóra, és vígaszom lesz gondok és bánat közepette. Dicsőségem lesz miatt a népek előtt. Bár ifjú vagyok, becsületem lesz az öregeknél. Az ítéletben elmésnek találnak, a hatalmasok elámulnak rajtam, s a fejedelmek arca megcsodál engem. Ha hallgatok, megvárnak engem, ha szólok, felfigyelnek. Ha még tovább beszélek, a szájukra teszik kezüket. Ezen felül általa halhatatlanságban lesz részem, és örök emléket hagyok az utánam jövőknek. Népeket kormányzok, és nemzetek lesznek alattvalóim. Félelmetes fejedelmek rettegnek, ha rólam hallanak. A nép között kegyesnek mutatkozom, és a harcban hősnek megtérve otthonomba kipjenem magamat oldalán, mert nincs keserűség a társaságában, nincsen bosszúság a vele való együttlétben, csak végság és öröm. Mielőtt ezeket magamban fontolgattam és szívemben meghánytam, vetettem, hogy halhatatlanság van a bölcsesség társaságában, és nemes gyönyörűség a barátságában, okulás a vele való szóváltásban, és jó hírnév a velevaló való társaságban. Körüljártam és kerestem, mint vehetném magamhoz. Bár szép termetű ifjú voltam, és jó lélek jutott osztály részemül, vagy inkább, mivel jó voltam, hibátlan testbe érkeztem. Mégis láttam, hogy nem juthatok másként a birtokába csak akkor, ha Elohim megadja. És már ez is bölcsesség volt. Tudni, hogy kinek az adománya az. Azért Jahua elé járultam, kértem őt, és szívem mélyéből így szóltam. 9. fejezet Atyáim hatalmassága, írgalom ura, aki szavaddal teremtettél mindeneket, és bölcsességeddel alkottad az embert, hogy uralkodjék a teremtményeken, amelyeket alkottál, hogy igazgassa a földkerekséget szentségben és igazságban, és egyenes lélekkel igazságot tegyen. Add meg nekem a veled együtt trónoló bölcsességet, és ne zárj ki engem gyermekeid közül hiszen szolgád vagyok, szolgáló gyermek, egy gyenge, rövid éltő ember, elégedetlen a jogs a törvények értésére. Mert legyen bár valaki még, hogy tökéletes is az emberek fiai között. A tőled eredő bölcsesség nélkül számba sem jöhet. Te ki engem népet királyává, fiaid és leányaid bírájává. Te mondtad, hogy templomot építsek szent hegyeden, és oltárt lakóhelyed városában hasonmását a szent sátornak, amelyet kezdettől fogva készítettél. Veled van bölcsességed, amely ismeri műveidet, s amely jelen volt akkor is, amikor a világot teremtetted, és tudja, mi kedves a szemed előtt, és mi felel meg parancsaidnak. Küld a szent egedből dicsőséget trónusától, hogy velem legyen, és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted mert ő mindezeket tudja és érti. Azért józanul vezérel majd tetteimben, és megőriz engem hatalmával. Akkor majd kedvesek lesznek cselekedeteim, igazságban vezérlem népedet, és méltó leszek atyám trónjára. Mert melyik ember ismerheti Elohim akaratát, és ki tudná elgondolni, mit kíván Elohim? Hiszen a halandók gondolatai bátortalanok és terveink ingatagok, mert a romlandó test teher a léleknek, s a földi sátor lehúzza a sokat tűnődő elmét. Alig sejtjük azokat, amik a földön vannak, csak fáradtsággal értjük meg azt, ami szemünk előtt van, az égieket pedig ki tudná kifürkészni. Ki ismerte meg akaratodat, ha csak te nem adtál bölcsességet, s el nem küldted szent lelkedet a magasból? Így lettek egyenessé a földön levők útja is, így tanulták meg az emberek, mi tetszik neked, hisz a bölcsesség által menekültek meg, Adonai, akik neked kezdettől fogva kedvesek voltak. Tizedik fejezet Ez óvta meg azt, akit Elohim először formált, a földkerekség atyát, amikor még csak ő volt megteremtve. Ez vezette ki őt védkéből, és adott hatalmat neki, hogy minden fölött uralkodjon. Tőle pártolt el haragjában az igaztalan, azért pusztult el testvérgyilkos indulatában. Mikor miatta özönvíz árasztotta el a földet, ismét a bölcsesség mentette meg, és vezérelte hitvány fa által az igazat. Miután a népek gonosz tervükre egybegyűltek, ezt találta meg, és óvta meg az igazat, hogy Elohim előtt fedhetetlen legyen és erősítette fia szeretetével szemben. Ez ragadta ki az igazat a gonoszok romlásakor, mikor az öt városra hulló tűz elől menekült. Gonosságuk bizonysága gyanánt ott van a füstölgő sivárvidék, az idétlen gyümölcsöt termő fák, és a hitetlen lélek emlékeül álló oszlop. Mivel mellőzték a bölcsesség útját, nem csak abban vallottak kárt, hogy a jót meg nem ismerték, hanem balgaságuk emlékét is hátrahagyták az embereknek, hogy el ne titkolhassák, amiben védkeztek. Hű viszont a bölcsesség ragadta ki a szorongatásból. Egyenes úton vezérelte a bátyja haragjálől menekülő igazat, megmutatta neki Elohim országát, és megadta neki a szent dolgok ismeretét. Vesződtsége közepette jóléthez segítette, és fáradtságát bőséggel jutalmazta vele volt kizsákmányolóinak ármányával szemben, és gazdagsághoz juttatta. Megőrizte ellenségektől, megóvta üldözőktől, és kemény viadalban neki juttatta a győzelmet, hogy belássa, a bölcsesség hatalmasabb mindennél. Ez nem hagyta cserben az eladott igazat, hanem megóvta a bűntől, leszállt vele a verembe, és nem hagyta el a bilincsekben sem, amíg meg nem hozta neki a kormánypálcát, s a hatalmat elnyomói fölött. Meghazudtolta az ellene viaskodókat, és örök hírnevet szerzett neki. Ez ragadta ki a szent népet, a fedhetetlen ivadékot az elnyomó nemzet hatalmából. Ez vonult be Elohim szolgájának lelkébe, mire ő csodákkal és jelekkel állt ellent, félelmetes királyoknak. Megadta az igazaknak kényszermunkájuk jutalmát, Csodás utakon vezérelte őket, nappal lepel volt számukra, éjjel pedig csillagfény. Átvitte őket a vörös tengeren, átvezette őket a nagy vizen. Ellenségeiket pedig a tengerbe merítette, s a tenger mélységéből partra vetette. Ezért az igazak kifosztották a gonoszokat, és énekkel dicsérték Adonai szent nevedet. Egyetértve magasztalták győztes kezedet, a bölcsesség ugyanis megnyitotta a némák száját, és a gyermekek nyelvét ékes szólóvá tette.